ígéret volt arra, hogy 2018 áprilisában megtörténik az átadás ünnepélyes keretek között mindannyiunk nagy örömére, azonban nem történt meg sem akkor, sem azóta, és az dolog, dolog áll. Tehát az lenne az érdekünk, hogy, hogy megnyíljon. Így ugyanis ide vezet mindkét oldalon két csodálatos út, mind a két oldalon megvan az emberek reménye és vágya, hogy ez a határ, határ átkelőhely megnyílik, és így az itt élők életét megkönnyíti, megjavítja, és az Többi határátkelő helyen, ahol egyébként elég nagyok a feszültségek és elég nagy a sorbanállás, valamelyes tenyhül, hiszen a forgalom egy része átkerül ide, nem történik semmi. Tehát nem tudjuk, hogy miért, annak ellenére, hogy a megyei tanács is többször beadványjal fordul e felé, hogy sürgesse a határátkelői megnyitását. Azonban mindig csak olyan válaszokat kaptunk, ami kifogás arra, hogy miért nem nyíltak meg, nyílt még meg ez a határátkelő hely. Ezúttal is szeretnénk felhívni az illetékesek figyelmét, hogy tegyenek konkrét lépéseket a felé, hogy végül is megnyíljon ez a határátkelőhely. Nagypalád, Nagyhódos határátkelőhely mellett vagyunk. Nagy hódos ide egy, közel egy kilométerre van, és annak idején, amikor 2006-ban országgyűlési képviselő lettem, már előtte megkeresett a Nagyhódosi polgármester és az Erdőhát polgármesterei, hogy nyissunk egy határátkelő helyet, illetve készítsük elő szabolcs már Bereg megye elnökével, Sesztán Koszkárral mi azon dolgoztunk, hogy nyissuk ki a határainkat. Én egy olyan választókerületnek a képviselője vagyok, ahol három nagy határ és két kis határ van Kárpátalja felé tehát itt az itt élő emberek szoros <coughs> eh, gazdasági, turisztikai és családi kapcsolatban vannak a határ mindkét oldalán, tehát elemi érdek az, hogy határátkelő helyek nyíljanak. Nálunk ez könnyebben ment, én emlékszem arra, amikor azt az út szakaszt átadtuk, és akkor még átnézve, át a határon láttuk, hogy itt egy igen eh, göröngyös földút vezet, és nagyon örültem annak, hogy 2016-ban, amikor... Eh, Brezovics László és Barta József urak a KMKSZ vezetői részéről meghívtak bennünket, engem, mint országgyűlési képviselőt és a térség polgármesterét a közös tüntetésre, hogy épüljön meg minél hamarabb az út, hogy utána nagyon komoly fordulatokat vett a dolog, és örömmel láttuk a túloldalról, hogy itt egy komoly út épült meg, és nagy reményekkel bíztam benne én is, mint országgyűlési képviselő, hogy 2018-ra ez a határátkelő hely már működni fog. Sajnos azóta előre lépés nem történt. Az én térségem számára is fontos lenne, hiszen azon túl, hogy turisztikai lehetőségeket nyit, azért nagyon sokan dolgoznak itt a szomszéd térségben, alkalmi munkavállalóként Kárpátaljáról. Mindig jól működött ez a munkavégzési kapcsolat is. És hát én is jelen voltam azon a ungvári tárgyaláson, ahol a külgazdaság és külügyminiszter Szijjártól beszélt az ukrán kollégájával, és az ott is el Elhangzott a határ, bólintottak, hogy oké, okay, rendben lesz, csak hát sajnos nem történt ö, 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 semmi. Úgy gondolom, hogy minden kárpátai lakos nemzetiségtől függetlenül érdekelt abban, hogy a meglévő határátkelő helyeinket bővítsék, és lehetőség szerint nyissanak új határátkelő helyeket. Az utóbbi időben hallani lehet arról, hogy egy határátkelési periódus az több órát, de sok esetben több napot is igénybe vehet. Ezek teljesen tarthatatlan állapotok. Úgy gondolom, hogy a 21. században egy olyan országban, mely az Európai Unió felé szeretne nyitni, nagyon könnyen lehetne változtatni ezeken a kérdéseken, különösen úgy, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter úr legutóbbi itt járt akkor szintén tett olyan gesztusokat, ami alapján egyértelművé válik, hogy lényegében véve egy politikai szándék hiányzik csak a határátkelőhelynek a megnyitásához, hiszen az anyagi források sok esetben rendelkezésre is állhatnak.